a tanév utolsó napján került megrendezésre a Bocskai István Általános Iskola Magyar utcai intézményegységének hagyományosnak mondható családi napja. Évről évre megrendezik ezt a családi napot, amelyen nem csak a gyermekek és a pedagógusok, de a fiatalok szülei és testvérei is részt vesznek. Az EU-s forrásból megvalósuló pályázat egyik eleme ez a program. Vissza kell mennünk 5 évet legalább. Ebből 2 inaktív volt a Covid járvány miatt, és az előző 2 évben már megtartottunk egy-egy családi napot, amelyre kötelezettséget vállaltunk tulajdonképpen az EFOP 3.1.5-ös hívójelő pályázaton keresztül, amelyik Európai Uniós pályázat és a lemorzsolódás csökkentését hivatott valamilyen módon támogatni, és hogy az iskola és a családok közötti együttműködést erősíteni tudjuk, erre találtuk ki ezt a családi programot. A program az évek során egy kicsit finomodott, megváltoztak azok a meghívott szereplők, akik érdekesebbé és sokszínűbbé tudták tenni a programot a gyerekeknek, hát illetve a szülőknek, nagyszülőknek a részére, akik részt vettek ezen a programon. Idén is kegyes volt az időjárás, így az udvaron vidám hangulat és önfele gyermek zsivaj uralkodott egész délelőtt, ami nem csak az utolsó iskolai tanítási nap miatt volt. Számos program lehetőség közül válogathattak a kicsik és nagyok egyaránt a családi napon. A Bocskai Általános Iskola Maklári Lajos Alapfokú Művészeti Tagintézmény pedagógusaiból alakuló együttes tagjai klasszikus darabokat adtak elő a vendégeknek. Az iskola tanulói zenés, táncos műsorral készültek erre a napra, így az ő műsorok kellően megalapozta a hangulatot. A mozgás sem hiányozhatott a friss levegőn, így a kerékpáros ügyességi pályát boldogan teljesítették a gyerekek. A Baráthegyi Vakvezetőkutya iskolánál 2006 óta azon dolgoznak, hogy javítsák a látássérült embertársaink életminőségét az általuk képzett vakvezetőkutyákkal. Az iskolában folyó közös munkáról kaphattak hízelítőt az érdeklődők. Során a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet munkatársa is ellátogattak a családi napra, valamint a Hajdúlenesi Rendőrkapitányságtól és a Tűzoltóságtól is érkeztek meghívott csapatok, így a gyerekek a szolgálati jelvűveket is kipróbálhatták.
Természetesen a kézműveskedésre és a kreatív hajlamok kiélésére is volt lehetőségük a gyerekeknek, így rengeteg eszközt használhattak az alkotások készítése során. De előkerült a mézeskalás díszítés, gyöngyfőzés és az arcfestés művészete is. A lovas kocsikázás során az iskola környékét is bejárhatták a vállalkozó kedvű gyerekek. A nap során tombola jegyek vásárlására is volt lehetőségük a gyerekeknek, amit bizony érdemes volt nem kihagyni, hiszen a fődíj egy roller volt. A program elérte a célját, hiszen a közös élmények szerzésén és a közösségi kovácsoláson volt a fő hangsúly. Az eddigi visszajelzések alapján mindenki jól érezte magát, volt, aki már azt a bátorságot is vette, hogy összehasonlította a három ilyen rendezvényünket, és aki ilyet mondott, azt mondta, hogy a három közül ez volt a legjobb. Hát igyekeztünk, illetve szerintem a hiány miatt is, hogy két évig nem történt ez meg, és már úgymond hozzá voltak szokva szülők, gyerekek. Megint az újdonság erejével hatott, és emiatt jól érezték magukat. De én magam is jól éreztem magam rajta, úgyhogy valószínű, hogy mások is, hiszen próbáltunk olyan dolgokat felvonultatni, amelyik nekünk is tetszenek, és nyilván, ha az ember olyan adott be, ami neki tetszik, az a közönségnek is valószínű, hogy tetszik. Persze, hát bele kellett képzelni magunkat az életkorba is, mert hát nekem felnőttként nem biztos, hogy minden ugyanúgy tetszik, mint a kicsiknek, de hát olyanokat válogatunk össze, ami nem talmi, gyakorlatilag értéket képvisel, és azért ez bejött. Finom illatok keringtek a levegőben, hiszen a szülők osztályszinten készítették el az ebédet az udvaron. A bográcsokban ízletes lambuc, babujás és különféle pörköltök rotyogtak. A végzős diákok egyik hagyománya, hogy a ballagás ünnepségeken lufit engednek a magasba. Az iskolában egy sokkal környezetkímélőbb hagyományt indítottak el, mégpedig azt, hogy egy fát ültetnek az iskola udvarán, amely az osztályukat jelképezi. A mostani végzős osztályok is elültették a saját fájukat, amely majd az évek alatt hozzájuk hasonlóan cseperedik és teljesedik ki. Én magamat nevezhetem elhivatott környezetvédőnek is, és engem nagyon irritál, amikor mindenféle rendezvényeken lufik százait vagy ezreit engedik a levegőbe, mert abból mint nehezen lebomló műanyag szemét lesz, még ha esetleg azt hirdetik róla, hogy hát az környezetvédelmi, biológiai, mit tudom én, milyen lufi, szennyezik vele a környezetet, ha mással nem, akkor az előállításával, mindegy, hogy mit állítunk róla. Három évvel ezelőtt már sikerült a ballagó osztályt meggyőznöm arról, hogy ez mennyire környezetszennyező, és lufi eregetés helyett ültettek egy fát. Akik most ballagnak, őket már 4 éve tanítom, ennyit sikerült bennük elültetni, hogy nem túl nagy rábeszéléssel ők is bevállalták ezt a dolgot, hogy nem lesz semmi lufi eregetés, hanem ültetnek egy fát, amelyik itt marad. Ha osztálytalálkozót szerveznek, akkor mikor már kicsit nő a fa, akkor leülnek az árnyékába, beszélgetnek egyet, és hogy hát tulajdonképpen ők hagyták, mint osztályközösség ezt az utókorra, és ezt szeretném folytatni. Tavaly tavaly előtt kimaradt, mert ugye ballagás se nagyon volt, de lufit akkor sem engedtünk, és szeretném, ha ez a szerintem szép hagyomány folytatódna tovább. És ezt ma tettük meg, nem a ballagás napján, hiszen most volt rá alkalom, volt idő, hogy el tudjuk ültetni ezt a nyírfát.